A székesfehérvári egyházmegye egy pályázaton nyert forrástemplom felújításra. Az Ercsi plébánián jelentették be a Nagyboldogasszony templom rekonstrukcióját. Az épület fenntartói számos problémával küzdenek. A falak vizesednek és a szószéket is le kellett már bontani. Soltész Miklós egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a hit és az egyházak fontosságáról és szerepéről beszélt. Az a küzdelem, amit az egyes emberek folytatnak az életükben, legyen az egy betegség, legyen az egy szomorú hír, ami a hozzátartozókat illeti, abban a küzdelemben az egyházak sokszor segítenek. Katolikus, református, evangélikus, baptista vagy más felekezetek, és éppen ezért a magyar kormány az elmúlt 7 év során nagyon sok olyan támogatást adott meg és lehetőséget adott meg az egyházaink számára, mely akár a hitbéli és hitéleti területen, akár pedig a közfeladat ellátásnál jelent meg. És éppen ezért tényleg örömmel mondhatja az ember, hogy szerte Kárpát-medencében, és ebben beletartozik Felvidéktől egészen Délvidékig az összes magyar lakta terület, és természetesen jelenlegi Magyarország területe, több mint 5200 templomunk, közösségi házunk, iskolánk, egy szociális intézményünk újulhatott meg és szépülhetett meg. Ezek kisebb-nagyobb támogatások voltak, különböző fejlekezetek jutottak ehhez a támogatáshoz, és tulajdonképpen ez az, amiből az egyházaink építkezni tudnak, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, ezen keresztül tudják segíteni rászorult, elesett embereket, vagy tanítani a gyermekeket az iskolába. És most hála Istennek, itt Ercsiben is nagyon nagy változás indult el. Aki látta az ercsi kegytemplomnak az állapotát, azt tudja, hogy bizony már évtizedek óta ráfért volna erre a felújítás. Most hála Istennek másfél évvel ezelőtt egy támogatás során megkapta a Katolikus Egyház, Fehérvári Egyházmegye a támogatást, és több mint 650 millió forintból meg fog újulni az ercsi kegytemplom, ha minden igaz, akkor lassan a kivitelezés is megkezdődik. De egyik talán legfontosabb kérdés az a hittan, és nem csak a templomi hittan, hanem azon belül az iskolai hittannak a támogatása, ami mindenképp a tapasztalat szerint abszolút pozitív üzenet azoknál a gyerekeknél, akik ezt vállalják, még akkor is, hogyha sokszor a szülők ilyen-olyan oknál fogva, vagy azért, mert nem volt hitoktatás az ő közösségükben, vagy nem találkoztak az egyházainkkal, most nagyon fontos az életükben, és segít nekik. Biztos, hogy ez változást indít el a társadalmon belül, és amiről beszéltünk, hogy milyen módon változik a társadalomnak az összhangulat, arra néhány, főleg a családokat érintő intézkedés során lehet tapasztalatot nyerni, hiszen nagyon fontos az, hogy a családi adókedvezményt bevezettük az elmúlt évek során. Nagyon fontos az, hogy a gyedekszrát bevezettük, hogy az otthonteremtési támogatás csókot bevezettük, és sok minden pénzügyi támogatást megszületett, de mellett az értékbeli változásokra is szükség van ahhoz, hogy a családok, vagyis a fiatalok merjenek házasodni, és gyermeket merjenek vállalni, vagy gyermekeket. És ennek meglett a most már kézzelfogható eredménye, ha szabad így mondani. 7 év alatt a következő változások történtek. A gyermekvállalásnál 1,25%-ról 1,5%-re ment föl az a ráta, ami mutatja a gyermekvállalást. Ez még mindig tudom, hogy kevés, mindig nem elég ahhoz, hogy a népesség az ne fogjon, hanem növekedjék, de mégis pozitív változást mutat, mint ahogy az is, hogy 7 év alatt 40%-kal nőttek a házasságkötéseknek a számai, 20%-kal a válás száma, és negyedével 25%-kal csökkent az abortuszok száma. Ez mind-mind egy olyan társadalmi folyamatot mutat, ami a családbarát ország, a családbarát közgondolkodást erősíti, és ebben is az egyházaknak hatalmas nagy feladata, segítsége és lehetősége is van. Szomorú azokat a híreket hallani, és azokat a számokat hallani, amit Nyugat-Európából a médiákon keresztül látunk és tapasztalunk. Németországban 25 év alatt 500 katolikus templomot, több mint 1000 protestáns templomot romboltak le, vagy adtak át
bulatóhelyeknek, vagy ami még rosszabb, adtak át mecseteknek, és mecsetek működnek már benne. Ezzel szemben pedig 2500 mecset épült Franciaországban is, és Németországban is az elmúlt 25 év során. Megdöbbentő számok, és ezzel szemben én azt gondolom, hogy ebben a térségben, így Magyarországon is pont hála Istennek az ellenkező folyamat zajlik le. Látjuk azt, hogy helyben kell segíteni a rászorultaknak, elesetteknek, legyen az Közel-Kelet, legyen az az afrikai térség. De azt is látjuk, hogy történelmi tapasztalatunk alapján az a budai megszállás 1541-ben, amikor csellel és nem más módon, de elfoglalták Budát, az mit okozott mind a magyarságnak, mit okozott ennek a térségnek a teljes kipusztulását, és évszázadokra való gazdasági visszaesést is túl azon a sok szenvedésen, amit okozott az akkori muszlim megszállás. És én azt gondolom, hogy ez a térség erre a történelmi tapasztalatai okán föl van készülve, és tudja, hogy erre nincs szükség. Helyben segítésre igen, az ott élő keresztényeknek és rászorultaknak a segítésére igen, ezt meg is tesszük, de a migrációra köszönjük szépen, nincsen szükségünk. És ilyen tekintetben igenis az üzenet, hogy a kereszténység megmaradásában templomaink, iskoláink, a különböző egyházi közösségi helyiségeinknek a megújítása az mind-mind a kereszténységet erősíti. A felújítások sora nem áll meg a templomnál Ercsiben. A területi operatív fejlesztési forrásokból már támogatói okirata közel 1 milliárd forintos forrást kötöttek le a városban. Ezek eredményeként fejlesztik a település közintézményeit, zöldváros programot indítanak, kerékpárutat hoznak létre és a Dunapartot is megújítják.